Sziasztok! Köszöntelek benneteket a mai videóban. Most folytatni fogjuk a szovjet legendás teherautók sorozatot. A mai részre a 64. lapszámot hoztam el nektek, amely most érkezett. Ebben a MAZ 500-asnak egy ilyen üzemanyagszállító változata jelent meg, úgyhogy ezt fogjuk ma megnézegetni. Remélem ismételten velem fogtok tartani. Ha itt tesztek, akkor jó szórakozást kívánok ismételten a mai epizódhoz is. Jó szokásom a szíven, itt van a... megnézzük a... ezt a kis képeslapot, ami ugye gyárt a kiadványhoz. Ugye itt a elején egy rajzolt kép van az igazi járműről, ide fel van írva a sorozat neve, de a jobb felső sarokban a hanyadik lapszám volt, de a bal alsóban pedig a típusa, ilyen esetben AC8500A, MAZ 500A is ugye a felépítmény, hátoldalán pedig ugye egy bélyeget lehet ragasztani, nevet, címet beírni és fel lehet adni ajándékként, akinek gondoljuk. Itt egy kis kép arról a járműről, ami az előző oldalon volt. Igazániból ennyi. Úgyhogy nézzük is meg ezt követően magát az újságot, ugye ez így néz ki. Itt a legfelül van a sorozatnak a neve, alatt a jármű típusa, itt egy hanyag lapszám volt, és itt van egy kép a... hát... egy... nem, ez egy 3D-s modellről készült kép, nem hinném, hogy az igazi. Aztán itt a kiadó, ugye a Modimio, itt a újság hátoldalán, ugye ami a következő lapszám lesz, ugye ez a Zil, ez a hosszú platós Zil, én ezt nem fogom berendelni, nekem már van egy ilyen szériás, ez a későbbi, ilyen 2000 környéki, csak az a hűtős, meg az még a régi sorozatból van, úgyhogy lapozzunk bele, még én sem néztem meg. Igen, itt ugye a legelején a busz sorozatot reklámozzák. Tehát itt ebből a kivitelből van egy olyan, ami megjelent, egy olyasmi, ami megjelentem a sorozatban. Egy kicsit más, de ez is az 500-as szériából van. Aztán ez pedig már a későbbi. Itt pedig egy kamaz látható. Fontos kiemelni, mind a három jármű, mind a három teherautón. A kipufogó az itt a fülke alatt, itt elül van kivezetve, ráadásul oldalirányba. Tudnélik, ez azoknál a járműeknél volt többségében, amit a sivatagi használatra terveztek. Korábbi videóban már volt róla szó. Mégpedig ez azért volt, hogy ha esetleg, amikor beindították, és esetleg olyan magas hővel jött ki a füst, esetleg ugye a láng is jött ki, akkor ez ne gyújtsa fel a füvet mondjuk. Szóval ez miatt volt, főleg a szovjet-orosz járműveknél alkalmazták ezt. Itt ugyanaz a MAZ látható, mint az előbb. Ennek a pontos, ez egy MAZ 5334-es, és ugyanez az AC8-as felépítménnyel van. Ugye ez a MAZ, ami most megjelent, ez nekem az 500-as sorozatot, meg hát a MAZ családot bővíti. Ugye ebből az 500-as szériából már van egy jó pár, vannak prototípusok is, ugye van billencses, nyerges, van mindenféle, van ilyen félkabinos is. Aztán itt egy korabeli kép van, erről, ami a modellben megjelent. Csak ugye ez még a korábbi széria, mert ennek még ilyen volt a hűtőrács, hogy a lyukak azok ilyen függőlegesek voltak, ennek már van ilyen kockás. Itt is hátulról látható. Itt pedig még a 200-as szériából van, ráadásul ez egy JAZ, ahogy látom.
Pedig, hogy mik voltak a legelterjedtebb színváltozatok. Aztán a műszaki paramétereket lehet megcsodálni. Hozzunk. Itt megint ez a későbbi maz. Ilyen-ilyen is gondolkoztam, ebből is jelent meg a sorozatban, jelent meg különböző változatok. Bár pont ebben nem láttam, de adtam platósat, nyergeset, dobozosat. Hát lehet, hogy majd egyet beszerzek, megmondom őszintén, nekem ez annyira nem jön be. Nem. Majd meglátjuk, még hogy mit hoz a jövő. Azért csak a képek alapján próbálok tájékozódni egyébként, mert hát nem nagyon vagy nem vagyok jó a rosszból, úgyhogy nem csak a képeket nézegetjük meg. Itt egy korabeli kép, ez ugyanaz, ami itt volt a legelején. És ez minden igaz 1984-es. Most nem tudom, hogy a kép, vagy maga a jármű. Szerintem az utóbbi. És ez kamaz 5320-as. Ilyen nem egyébként nekem van, csak ez a sima platós, ilyen narancsárga fülkével. Ez is még azt hiszem, hogy a régi orosz terautósorozatból van. Hát itt egy ilyen dupla, egy ilyen pótkocsis üzemanyagszállító kamaz. Itt is. És igazából ennyi, ez volt az utolsó oldal. Itt ugye az újság vége. Úgyhogy újság ennyi lett volna. Nézzük meg magát a modellt. Na itt is van, először még dobozt egy kicsit megmutatnám, aki mondjuk most tévedt ide a csatornára, egyébként 13.500 forintért vásároltam a Hoki modellnél. Úgyis szokásosan a típus, méretarány ugye egy 43-as, és ugye a lapszám ugye 60-dik volt. Itt a kiadó, aztán itt az alján hogy egy 43-as modell, stb. Megadták a címüket, meg ilyenek, de általában szokott lenni, úgyhogy bontjuk is ki szerintem. Nekem nagyon dizájnos a dobol, nekem tökre tetszik. És hogy a csomagolás ilyen, hogy a hátulját egy külön ilyen kis műanyag darab tartja, meg az elejét, és akkor itt közötte nincs semmi, csak a modell. No, itt is volna. Így néz ki, nekem nagyon tetszik. Szokásosan a fülke az fémből van, a felépítmény pedig műanyag. De nagyon részletes. Szokásosan a sorozathoz. Szinte nincs is mit mondanom, mert az összes darab ilyen. Műszerfal külön. Ilyen az alváza, itt a motor, kipufogó, külön kromszínű le van fújva, kardántengely, üzemanyagtartály, légtartály, minden. Szépséges.
Egyébként én nem tudom, hogy már teherautók terén, hogy a Magyarországra például a lengyel teherautó sorozatot, vagy egy bármilyen külföldi teherautó sorozatot miért nem hoznak be, mert szerintem volna rá igény. Talán már említettem, hogy inkább ez lehetne, mint egy újabb egy 8-as sorozat. Mert azért egy, most megjelenne egy újságosnál, tudom én, egy ifaj, mi ez? Tehát már? Van valami, félrement egy kis festék itt a kédergumétnál, ugye a másik oldalt ez nincs, ezt most észre se vettem. Nézzétek az ott. Na mindegy, hogy... hogy most megjelenne, mit tudom én, egy IFA, egy 130-as zél, egy Tátra, egy Kamaz, bármi, szerintem sokkal jobban vevők lennek rá az emberek. Jó, hát persze én megértem, most ez drágább dolog, tehát mit tudom én, kerülne lapszámonként 5-6 ezer forintba, szerintem még mindig jobb lenne, de lehet, hogy majd lesz ilyen, nem tudom. Semmit se tudni már. Vagy traktor sorozaton, én gondolkoztam ilyen már régebben is, hogy, hogy lehetne ilyen. Mert azért a régi idők legendás autóinak, meg a legendás buszok a múltból sorozatnak is, szerintem azért nagyobb sikere volt, mint ezeknek a Dacia, meg Lada, meg ilyesmi sorozatoknak. Tehát sokan úgy vannak velük, hogy nem is nagyon tudják hova tenni, nincs neki hely, meg minden, meg drágának találják. Azért mégis más. De írjátok meg kommentbe a véleményeteket erről, meg úgy magáról a modellről, közben így nézegetem. Szerintem egész jó lett minden. Ugye a fényszerok egy áttetsző műanyag van oda helyezve. Az kicsit sajnálom, hogy az index, amit ugye még és macinűre volt fújva, tehát nem narancssárga, az az viszont már festve van, és nem szintén olyan ilyen műanyaggal oldották meg, de hát ennyi baj legyen. Egyébként meg nagyon szépséges. Itt a pótkerék is. Úgyhogy szerintem mára ennyi is lenne. Köszönöm szépen, ha ismételten velem tartottatok. Következő részben remélem, hogy találkozunk. Addig is. További kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. Sziasztok!